Mike és Susan nagyszerűen tudtak főzni, de a pénzkezelés területén kevésbé voltak sikeresek. Amikor az éttermüket be kellett zárniuk, kénytelenek voltak csődöt jelenteni. Ekkor Mike egy új stratégiával állt elő, már az üzletük ismét virágzik. Mike és Susan Gans nagy örömmel vezették olasz éttermüket Binghamtonban. Amint megnyitottunk, jöttek az emberek. Jól ment. Nagyon szerettem. Jó volt kiszolgálni az embereket. Én ezt élveztem. A házaspár tudta, mitől elégedettek a vendégek. A pénzügyekhez azonban nem értettek. Az étterem bezárt. Csődbe mentek, és mindenüket elveszítették. Csődöt jelentettünk, hogy távol tartsuk az adóhatóságokat és a behajtókat. Elfogyott a pénzünk, és olyan mélyre süllyedtünk, hogy elvesztettük a házunkat. Szégyeltük magunkat. Nem volt jövedelmünk, és kilátásunk sem arra, hogy házunk vagy állásunk legyen. Nagyon sötét időszak volt. Pásztoruk azzal bátorította őket, hogy helyre tudnak állni, ha engedelmeskednek Istennek, és jövedelmük 10%-át neki adják. Először szkeptikusak voltak. Hogyan kezdjünk el tizedet fizetni? Hogyan is tudnám a heti 50 dolláros jövedelmemből kifizetni a számlákat, és még 10%-ot is Istennek adni? A pásztor így válaszolt, Mike, ha kevésből nehézséget okoz neked tizedet fizetni, a sokból sem fogod megtenni. Ez nagy hatást gyakorolt rá. Ha rá tudom bízni Istenre azt, amin van, akkor ő cselekedni fog. Susan munkanélküli segélyéből kezdtek el tizedet fizetni. Később Mike-nak az az ötlete támadt, hogy szendvicseket házhoz szállító vállalkozásba kezdjen. A bevételből tizedet fizettek, és az üzlet nagy sikert hozott. Az üzlet növekedett. Egyre több szállítást kellett vállalnunk, és a végén már több száz üzletet bonyolítottunk le a házunkból. Isten minden nap gondoskodott azokról a dolgokról, amikre szükségünk volt. Nem sokára a vállalkozás catering céggé nőtte ki magát. Egyre nagyobb szabású rendezvényekre hívtak meg bennünket, és mielőtt észrevettük volna, olyan megrendeléseket nyertünk el, amelyekre más rangos cégek is pályáztak. Megértettük a pénzkezelésére vonatkozó isteni alapelveket. És az Úr megtanított arra, hogy hogyan keressünk még több pénzt. Mike és Susan a CBN-nek is adakoztak. Azért adok a CBN-nek, mert kipróbált, hiteles szolgálatot folytatnak már hosszú ideje. Isten sokféle módon használja őket. Látom a munkát, amit végeznek. A Gans házaspár vállalkozása egyre sikeresebb, és közben más üzletük is van a környéken. Isten hűségének tulajdonítják a sikert, és annak, hogy engedelmeskednek az adakozás területén. Amikor elkezdtem tizedet adni, és megtanultam a tizedfizetés alapelvét, az jelentősen átformálta gondolkodásmódomat a pénzről, hogy az nem az enyém, hanem Istené, és meg kell tanulnom használni. Sosem hagytuk abba. Szinte már félnék is, ha nem fizetnénk a tizedet. Nagyon szeretem azt a megnyugtató érzést, hogy Isten mindent kézben tart. A pénzügyek sem jelentenek számára kihívást. Isten mindennek a tulajdonosa, mi csak sáfárok vagyunk. Szerintem az Istenben való bizalom jelenti a megoldást.